Az, hogy az ökölvívás egy küzdősport, a kezdetek óta teljesen egyértelmű. És ha létezik olyan elnevezés, amelyik 100%-ban illik a Balatonfüredi boxklubra, akkor ez az. A fiúknak és alkalomattán a lányoknak nem csak az ellenfelekkel kell megküzdeniük, de a koronavírus és a régóta fennálló méltatlan körülmények sem segítik a munkát. Ennek ellenére Almás Péter és segítője Mohos Zoltán nem adják fel. Az edzések szó szerint bemelegítéssel indulnak. Egy héten háromszor, másfél órával előtte, vagy két órával az edzések előtt kell befűteni, hogy arra alkalmas legyen, hogy tudjunk sportolni. Ugye ez a volt Covid helyzet, vagy ami még van is, ez kétszer keresztbe vágta a mi munkánkat, hiszen nálunk a versenyre való felkészülés az teljesen különbözik abba is, hogy itt azért pofonra mérik ezt a sportágat, és azért itt a gyakorlása kimarad, vagy nincsenek lehetőségek, ugye egy darabig tiltva is volt az edzés, akkor nem nagyon tudunk versenyre készülni. És sajnos ezért elég sok versenyzők, akinek félbe maradt a munkája, az nem kezdte újra. De hát hál' Istennek mindig vannak fiatalok, akikkel elkezdjük újra előre a munkát, és újra szorítólőből épülünk. Pontosabban már április 15-16-án is junior és ifi korosztályban fogunk versenyezni. Az ökövés az nem tömegsport. Ez egy rétegsport, egy bizonyos réteget érint vagy érdekel, és persze ezekben is nagyon sok a lemorzsolódás, ez egy hosszú folyamat. Az alapoktól a versenyzésig elég rögös az út, elég nagy a morzsolódás, de aki kitart, abból jó sportoló fog válni. Azt látom, hogy minden korosztály képviselteti magát. Vannak gyerekek is, bár elég nehéz azért ide őket becsalni. Nem a szakmaisága véget, hanem azért, mint tudjuk, nem a legkiemelkedőbb helyen dolgozunk, de szeretünk itt lenni, mert szívvel, lélekkel sportolunk. Mi nem megélhetési edzők vagyunk, ez nagyon fontosnak tartom. Mi az ökölvívás szeretetéért és az egész sportnak a gyönyörűségért foglalkozunk ezzel a sportággal. A füredi ökölvívók legközelebb április 15-16-án a Bakony Balaton-kupán mutatkozhatnak be. A torna helyszíne Felsőörsön lesz.